Sziasztok! Újból itt két hét pihenő után családi vakáció megvolt, ráncaim kisimultak, és újból itt a kriptosó. A mai videóban szeretnék bemutatni pár ötletet arra, hogy miként tudunk pénzt csinálni kriptopénzekből. Nem kell ehhez nagy angol tudás, nem kell programozni, ehhez csak annyi kell, hogy valaki akarjon, tehát igyekezzen arra, hogy szolgáltatást nyújtson, és kiszolgálja az ügyfeleket, a tenni akarás itt a kulcsmondat. A mindjárt bemutatandó lehetőségek mind végezhetőek otthonról. Tehát ez a jó benne, hogy nem kell hozzá iroda, nem kell hozzá raktár, raktárkészlet is alkalmazottak, hogyha majd kinövi az üzlet annyira magát, akkor majd el lehet ezeken gondolkozni, de az induláshoz semmi nem kell, csak szorgalom, kitartás és egy számítógép. Mielőtt belevágnánk egy gyors közlemény indul a Blockchain konferencia, Magyarország legnagyobb konferenciája a blockchain technológiáról. November 22-én reggel 9 órakor kezdődik. November 22 szerdára esik, és a helyszín 5. keretben az Erzsébet tér 12. A konferencián ott lesz és felszólal majd Csabai Csaba, a Variance blognak a szerzője, egy igazi legenda és rockstar, ezen kívül ott lesz még dr. Kertész Mihály, az Ethiál alapítója, ők egy ICO-t indítanak hamarosan, az ICO-kat bemutattam eh, talán szeptember elején egy videóban. Ezen kívül ott leszek még én is, majd repülök az Amsterdamból, és ott lesz Pataki Gábor a Coinbroker-től. Ceglidi Tamás, a blockchain konferencia szervezője elmondta, hogy a konferencia témája mindenki által érthető lesz. Tehát azok is tanulhatnak, akik még eddig nem értenek a kriptopénzekhez, nem kell, hogy attól féljenek majd, hogy valami olyasmit fogunk elmondani, amely bonyolult, érthetetlen és csak szakemberek számára szól. Vágjunk bele az adás fő témájába, hogy milyen munkákat lehet otthonról végezni a kriptopénzek területén. Feltételezem, hogy ha már egyszer van számítógép, akkor ott van Viber, Whatsapp, Skype és TeamViewer program. Ezeket tessék feltelepíteni, ha nincsen, és már indulhat is az üzlet. Mutatom az elsőt. Gondolkozzunk kell, hogy mi kell a kriptopénz szeretőknek. Szeretjük magunkat kifejezni, hogy mi egy társaságba tartozzunk, hogy nekünk van valami összetart bennünket. Hogy mutatjuk ki? Öltözködésünkkel, tárgyainkkal. Például el lehet adni bitcoinos, ethereumos, dashes, litecoinos, mindenfajta pólókat. Itt vannak ötletek, ennél sokkal jobbat is lehet megcsinálni, minél viccesebb, minél érdekesebb, annál jobb. Tehát nyilván nem ezzel kezdenék el a feketével, lehet, hogy valami esmivel, de ennél is vannak sokkal jobba, lejjebb lehet menni. És nem csak pólókat lehet nyomtatni, hanem ezeket a szimbólumokat fel lehet tenni. Baseball pohárra, táskára, párnahúzatra, telefonra, szoknyára, akármire. Tehát az ötlet az, hogy akik ki szeretnék fejezni tárgyainkkal, öltözködésükkel, azoknak eladni ezt az érzést, hogy ki tudják fejezni magukat, hogy egy közösségbe tartoznak. Egy kezdő kis vállalkozás nem tarthat alkalmazottat, ne legyen raktárkészlete. Van egy fogalom, amit úgy hívnak angolul, hogy dropship. A dropshipnek a lényege, hogy felvesszük a megrendelést, például valaki pólót akar venni, és én a beszállítótól közvetlenül szállítatok ki a megrendelő címére. Nem tartok raktárkészletet. Ez a beszállítónak a feladata. Az én feladatom az, hogy felvegyem a megrendelést, azt továbbítsam a beszállítómnak, aki majd megcsinálja a pólót és kipostázza a vásárló címére. Beírtam a Google keresőbe, hogy T-shirt printing dropship, és megkaptam ezt az oldalt. Ahogy beléptem ide, már följött egy chat ablak, ahol az ügyfélszolgálati munkatárs válaszolt a kérdésemre. Megkérdeztem, hogy hogyan működik, hogyha szeretnék kiszállítatni közvetlenül az Egyesült Királyságban, gondolom ugyanúgy működik ez Magyarországon is, lehet, hogy erre vannak magyar cégek is. A példa kedvéért, az Egyesült Királyságot kérdeztem meg, mert angolul van ez a site. Tehát megkérdeztem, hogy hogyan működne, azt mondják, hogy teljesen jól működik, ki tudnak szállítani közvetlen, tehát nekem nem kell roklárkészletet tartani, de az is megoldható, hogy én oda szállítatom a pólókat, és majd ők nyomnak rá de ez ugyanúgy működik bögrével, tehát odaszállíthatatok bögréket is majd ők rányomják azt, hogy Bitcoin vagy Litecoin vagy akármit, és kiszállítják. Hogyha ők tartják a raktárkészletet, és elküldöm nekük a mintát, amit rá kell nyomni, akkor kettő és 7 munkanap között vállalják a kiszállítást az Egyesült Királyságban. Nézzük az üzlet menetét. Első lépésként meg kell tervezni a mintát. Ezt egy olyan fájban kell elmenteni, hogy azzal majd a nyomdában tudjanak dolgozni. Ezek után meghirdetjük magunkat. Fölmegyünk különböző Facebook oldalakra, blogokra, csetekre, minden olyan felületre, ahol majd tudunk hirdetni ingyen. Ha majd nagyon jó megy az üzlet, közé lehet majd tenni fizetett Facebook hirdetést, hogy még több ember jöjjön. Hogyha szuperül megy majd az üzlet, akkor lehet saját raktárkészletet venni, és lehet egy kis nyomdagépet venni, hogy majd mi tudjuk a pólóra fölrakni ezeket a mintákat, és azonnal ki tudjunk szállítani, és kihagyjuk a beszállítót. Tehát ezzel majd tudjuk az árat lenyomni, vagy pedig a profitot növelni. Mindenre lehet nyomtatni, mindent el lehet adni, ami igényesen van megcsinálva, és jó a marketingje. Ez lehet egy póló, óra, látom már van bukós isak, nyaklánc, nyakkendő, naptár, falióra, akármi. Mindent el lehet adni, ha benne van az igényesség, a jó ötlet, és megfelelően van tálalva. Második otthonról végezhető munka a kriptopénz oktatás. Ha azt gondoljátok, hogy még nem tudjátok annyira, a dolgot akkor tévedtek. Ha már van bitcoin a számlátokon, akkor ti ezerszer annyit tudtok, mint egy átlagember, akinek lövése sincs, mi az, hogy kriptopénz. Rengetegen akarnak tanulni. Ezt onnan tudom, hogy rengeteg ember jött hozzám, olyan sokan szerettek volna tanulni és fizetni ezért a szolgáltatásért, hogy megtelt a naptárom úgy, hogy nem hirdettem magamat. Egyfolytában jöttek a tanulni vágyó fiatalok, meg idősek is, és minden estém azzal telt, hogy kriptooktatást tartottam. Mit lehet oktatni? Nézzük meg. Például el lehet mondani, hogy mi az a bitcoin, mi az a kriptopénz, milyen fajta kriptopénzek vannak. Egyébként itt van a tematika a nagy kriptokönyvből, nem kell messzire menni, hogy a segítség kell. Ezután elmondjátok, hogy milyen tőzsdék vannak, hogy kell ott számlát nyitni, ugye itt vannak a tőzsdék, ezeket bemutatjátok, megmutatjátok, hogy kell letölteni egy Exodus-valetet, hogy kell megcsinálni egy kriptopénzvásárlást. Ez már önmagában kitesz két órát. Ezért a két óráért már el lehet kérni pénzt. Tehát ne gondoljátok azt, hogy itt kenni vágni kell a kriptopénzeket, mert nem igaz. Persze minél többet tudsz, annál többet tudsz majd oktatni. De egy teljesen kezdőnek, aki azt se tudja, hogy mi ez, de szeretne be belemenni, annak az embernek tudsz olyat mondani, amiért fizet, mondok valami 10 eurót. 10 eurót a legtöbb ember hajlandó fizetni azért, hogy meg elmondják neki, mi ez a kriptopénz, hogy kell megvásárolni, és hogy kell egy valetot letölteni. Mellesleg, hogyha már meghallgatja az előadásotokat, akkor a ledger nalót mondjuk a te ajánló linkeden keresztül veszi meg, és még kapsz plusz 10 dollárt. Mondok pár ötletet a kezdéshez. Az első néhány tanítványt megcsinálnám ingyen. Azért csinálnám meg ingyen, hogy ez a három ember mondjuk hozza a következő ügyfelet, és írjon ajánlást. Ezen kívül, hogyha ingyen van az oktatás, akkor elnézik majd a hibáinkat. Hiszen nem fizettek érte, nem várnak óriási, magas szintű oktatást, nem várnak színes PowerPoint prezentációkat, azt majd elkészítjük idővel, mellesleg ezen a három emberen tapasztalatot szerzünk, és megtanuljuk azt, hogy hogy kell előadni, hogy kell magyarázni, fejlesztjük magunkat. A negyedik ember már oktathatjuk mondjuk 1000 forintért. Hogyha megtanulja az az ember, és elégedett, akkor szépen mehetünk följebb, és utána majd 2, 3, meg 5000 forintot egy ilyen oktatásért, és higgyétek el, rengeteg embert érdekel, és hajlandó fizetni néhány ezer forintot azért, hogy megtanulják ezt. Ahogy megyünk előre az időben, úgy egyre magasabb terveink lehetnek, is kiterjeszthetjük ezt az ötletet egy nagyon magas szintű kriptooktatási iskolává, hogy szabad így fogalmazni, ahol majd írunk mi tananyagot, ezt majd el tudjuk küldeni, több órán keresztül magyarázhatunk, akár egy héten keresztül, minden nap egy órát, ahol megmutatjuk majd, hogy hogy kell az Exodus valetet bekápolni, hogy kell egy Ledger Nano-t hogy kell mondjuk megcsinálni egy kriptopénzeladást, milyen fajta kriptopénzek vannak, altcoinok, kriptokoság, bármi, egyébként ott vannak a videóim, tehát bemutatom a témát, rengeteg a mondani való, akár egy héten keresztül mondjuk heti öt alkalommal el lehet ezt mondani. Tehát mondjuk egy öt alkalmas kurzus, el lehet adni 30 forintért. Ez magyar árakat mondok, tehát ez a 30.000 forint öt alkalomért gondolom megfizethető, és igény lenne egy olyan igényes oktatásra, ahol majd úgy megy el a tanuló, hogy kapott érte valamit, és biztonsággal belemer fogni a befektetésbe a következő otthonról végezhető munka az online kripto-oktatási csomagok eladása. Ez a munka egy igazi online értékesítés, ráadásul a legmodernebb, legkurrensebb szolgáltatás terméket értékesítenétek. Otthonról végezhető, ez mindössze az kell, hogy a számítógépen fenn legyen az összes kommunikációs eszköz, tehát Viber, Whatsapp, Skype, Facebook Messenger az az alap rendesen működjön a fülhallgató, tudjatok beszélni a, akik meg szeretnék venni a csomagot, és ami a legfontosabb, hogy megtaláljátok azokat az embereket, akik ezt a programot meg szeretnék venni. Rengetegen vannak, olyanok akik tanulni szeretnének, de nincsen idejük. Egy ilyen online oktató csomagot olyan ütemben tanulnak meg a tanulók, ahogy szeretnék. Eladásra vár egy 30 videós programcsomag, ahol egy videó nagyjából 10 perc. Ez a kezdőknek elmagyarázza, hogy mi az a kriptopénz, mi az a bitcoin, és az összes fontosabb lépést végigveszi. Tehát eladás, megvétel, tárolás, átutalás, az összes fontosabb lépést, ami az alapok elsajátításához fontos. Ilyen programcsomag Magyarországon még nem jelent meg. Ez lesz az első akik ezeket majd tudják értékesíteni, azok az eladás után kapják majd a komissziót. Első lépésben a kezdőknek szóló programcsomag adható el, a cég későbbre ígéri a haladóknak szóló programcsomag elkészítését. Egy ilyen programcsomag megjelenése jó hír mindazoknak, akik most szeretnének bekapcsolódni a kriptoéletbe, de azoknak is jó hír, akik munkát keresnek és szeretnének a kriptopénzekkel foglalkozni és ebből pénzt csinálni. A feladat nem túl bonyolult. Meg kell találni azokat az embereket, akiket érdekel a kriptopénz, akik szeretnének ebből pénzt csinálni, de nem mernek még belevágni. Nekik be kell mutatni a videósorozat tematikáját. El kell mondani, hogy mit vennének meg, mit kapnak a pénzükért. Ezt korrekt módon kell csinálni, tehát azoknak kell adni, akiknek szüksége van rá. Jogos a kérdés, hogy hogyan tudok erről, honnan van ez az ötlet. Honnan van az ötlet, hogy farkasolt kollégámmal megcsináltunk egy oktató videósorozatot? Részben ezért is tűntem el, mert meg kellett csinálni, és nem volt már idő a videók mellett az elkészítésre a kriptooktatás.hu doménen találjátok ezt az oktatócsomagot. Az oktatócsomag teljes formája majd csak később készül el. Jelen pillanatban lehetőség van regisztrálni azok számára, akik szeretnének majd értesítést kapni, amint az oktatócsomag kijön. Kérlek menjetek fel a kriptoktatás.hu oldalra, és ide be tudjátok én az e-mail címet, ha szeretnétek értesítést kapni, amint elindul ez a 30 videós oktatócsomag. Azok, akik pedig szeretnék ezt a programot értékesíteni, azok az info kukac címre tudnak e-mailt küldeni. Limitált számban szeretnék kiadni, affiliate linkeket. Nagyon kevés embert szeretnénk megkérni majd arra, hogy segítsen értékesíteni az oktatócsomagot. Itt van az e-mail cím azok számára, tehát akik szeretnének ezzel foglalkozni, mint affiliate, nem szeretnénk főállású munkát adni senkinek, akik ezzel foglalkoznak, azok majd magánszemélyként vagy céges háttérrel tudják a programcsomagokat értékesíteni. A következő egy hétben várjuk a jelentkezéseket, és kérlek szépen az e-mailben írjátok le, hogy miért szeretnétek ezzel foglalkozni, kérlek győzzetek meg, hogy ti a megfelelő ember az értékesítésnek az elvégzésére. A következő egy hétben tehát várjuk a jelentkezéseket, majd azt követő néhány napban kiválasztjuk azokat az e-mailek alapján, esetleg az interjúk alapján, akikkel együtt tudunk majd dolgozni azért, hogy a kezdő programcsomagokat el tudjuk kezdeni értékesíteni. Mielőtt elköszönnék, még szeretném figyelmet egy az Origónak az egyik cikkét, ahol a szerző elmagyarázza, hogy magánszemély miként adhat számlát Magyarországon, anélkül, hogy céget kellene nyitni. Ennek a cikknek az elérhetőségét beleraktam a videó leírásába. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!